Nemzeti Bank adatai szerint 3 év alatt csaknem másfélszeresére duzzadt a magyar háztartások nettó pénzügyi vagyona. Egy lakosra így már bő 3 millió forintnyi megtakarítás jut. Járókelőket kérdeztünk mindenről. Érzi, ez tollasodik? Én? Igen. Hát én, mint nyugdíjas, olyan nagyon azért nem. Hát de 3 millió forintról beszélünk. Hát lehet, hogy arról beszélünk, de én ezt nem tapasztalom. Hát én teljesen ellentétesen látom ezt az egészet. Úgyhogy... Már azt hogy lehet másképp látni? Nincs. Hol a pénz? Hát ez az. Hát nálam nincs az. Hát akkor hol van? Hát ez az. Hát de ők azt mondják, hogy a lakosságnál van. Hülyeség. Hát nincs önnél? Hát biztos, hogy nincs. Hát ők azt állítják. Hát ez úgy, ahogy van, nem igaz. Bevallanám, nagyon szívesen, nagyon büszke lennék rá, ha lenne 3 millió forint megtakarításom. Nálam biztos nincs. Látnálam 3 milliót. Én? Nekem nem volt 3 millió sose. Hát azt mondják. Persze, csak nem nekem. A kinek? A gazdagoknak. Túl kis emberek vagyunk mi ahhoz, hogy nekünk a zsebünkben legyen. Tőlünk vannak nagyobbak is, akik el tudják tenni. Nem csak nem akarja bevallani? Én? Aha. Hát de hogy gondolja? Tudja, mennyi a nyugdíjam? Hát azt mondják, hogy mégis önöknél van a pénz. Ja, nálam? Hát nálam most talán 10 000 forintot. Már ide följöttem Budapestről, és Kesszőcről jöttünk. Na, akkor hol a pénz? 3 hát, millió forint? Uram, nem tudom, de a bankba lehet. Hát hol van a pénz? Senki nem akarja bevallani. Nálam nincsen. A kormánytól kell megkérdezni, hogy... De náluk lehet? Valószínű. Hát miért? Hát mert nem adják oda se a nyugdíjasoknak, se az orvosoknak, se az ápoló, se a pedagógusoknak. Nem, honnan lenne több pénz? Hol a pénz? Hová tették, ez a nagy kérdés? Hát ezt kérdezem mindenkitől, hogy hol a pénz, és senki nem vallja be, hogy nála van. Nálam nincs. De én... Magánál sincs, az akkor kinél van? Most te mondja. Hát, na, tudja? Sejtem.